Rajzok huszárokról, katonákról, melyeket nem is sejtjük, hogy 10-12 éves diákok készítették, valamennyi a Szipta Művészeti Iskola Gönczi Tagintézményének tanulóinak alkotása. Felkészítő tanáruk Pece János művésztanár volt, aki megvalósította a Nemzeti Tehetségprogram által támogatott foglalkozásokat. A pályázatot a Szipta Művészeti Iskola pedagógusai dolgozták ki, a címe pedig a Verbunkos, amely segített magyarnak lenni. A munkatervben nagyon bőséges szakmai feladatot láthattak, tapasztalhattak a növendékek, kezdve az irodalmi szöveg bemutatásától, itt Gvadányi József, egy falusi notárius budai utazása, Verbunkos táncot bemutató utolsó része, majd Hári János daljátéknak a toborzó része Kodály Zoltántól. Ezek szolgáltak társművészetként, mint egy motiváció gyanánt a növendékek számára, és hát a műhely foglalkozást vezető tanár számára is. Így volt alkalom irodalmi, zenei betétek meghallgatására és a közös éneklésre is, hiszen a toborzó dal két versszakát is megtanulták a növendékek. A pályázat megvalósítását is befolyásolta a koronavírus és az iskolák bezárása, de a befejezés sikeres volt. Október 29-30-ával zártuk a projektet, amelyhez tartozott egy kétnapos tanulmányi kirándulás is, amiben a kiállítást megrendeztük Cigándona Bodrog közi tájmúzeumban, annak galériájában állítottuk ki azt a mintegy 30-35 pályamunkát, amit a növendékek ebben a témában megírtak. A programot egy igen tartalmas kirándulás zárta Sátoraljaújhelyen, a Kálvária Emlékegyüttes és a Turulszobor megtekintésével, a Kazinci kiállítás meglátogatásával és szórakoztató kalandparkozással tették élményé a gönczi gyerekek művészeti programját.